itt van arról egy többé-kevésbé közös meggyőződésünk, hogy az első demonstratív lépésünk az a párt és kampányfinanszírozás rendbetétele, az erre vonatkozó civil szervezetek által készített törvényjavaslatnak a benyújtása lesz. Úgy gondoljuk, hogy nagyon sok olyan anomália, amit akár önkormányzati, akár kormányzati szinten, helyi ügyek szintjén az utóbbi években megtapasztaltunk, az ide vezethető vissza a pártfinanszírozás megoldatlanságára. Úgyhogy ennek kell minél hamarabb, erre kell megoldást találni, ennek kell elejét venni, és akkor várható, hogy szép lassan vissza lehet szorítani a korrupció, természetesen sok egyéb más lépéssel összhangban, de egy csomó további elképzelésünk van a titok törvény módosításától kezdve, egy nemzeti vízgazdálkodási stratégia kialakításán keresztül, az országgyűlés utolsó ülés napján végül is függőben maradt klímatörvény újbóli beterjesztése, és egy csomó más dolog, a földtörvény módosítása, egy új agrárstratégiának a kialakítása, az érintett érdekképviseletekkel, civil szervezetekkel együttműködve, de elég gazdag az a kosár, amit viszünk magunkkal a parlamentbe, amiben benne vannak az általunk sürgősen megjeleníteni kívánt ügyek. És neked van valamilyen személyes ügyet? Én elsősorban a fenntarthatóság, a környezetvédelem ügyeivel foglalkoztam az elmúlt években, és az LMP-n belül is ezek a területek tartoznak elsősorban hozzám. Nekem vannak nagyon konkrét elképzeléseim azzal kapcsolatban, hogy ezen a területen milyen munkát lehet az országgyűlésben végezni. A bizottsági szinten mondjuk egy alternatív energiapolitikai koncepciónak a kidolgoztatása szakértőkkel, amelyik a megújuló energiaforrások lehetőségeit meg tudnám mutatni. A nemzeti vízgazdálkodási stratégiának a kialakítása, amit egy teljes fordulatot hozhatna a vízgazdálkodásban, és egy csomó ehhez hasonló ügy, amit azt gondolom, hogy szép fokozatosan, és ezek nem lesznek nagyon látványos lépések, de az elkövetkezendő 4 évben végre lehet hajtani a parlamentben. Az LMP az első ökopárt Magyarországon, hogyan látod a jövőjét az ökopárt és a civil szervezetek kapcsolatban? Hát először is a LMP jövője azt gondolom, hogy valóban az, hogy megteremtsen és stabilizáljon egy olyan politikai pólus Magyarországon, amelyik még nem létezett eddig. Ez egy irgalmatlanul nehéz feladat lesz. Minden irányból próbálnak minket beskatujázni valamilyen általuk vélt dobozba, ezeknek a nyomásoknak ellen kell állni. Nagyon sokféle elképzelés nyomás van az LMP-n, hogy merre felé kéne tovább lépnie, vagy mit látnak bele politikai jellemzők, más pártok, vagy akár a választók. Nekünk az a feladatunk, hogy kitartsunk az eredeti elgondolásunk mellett, és ezt a zöld ökopolitikai alternatívát teremtsük meg, ezt a pólust hozzuk létre, és ezt képviseljük olyan hitelesen, hogy ez hosszú távon Magyarországon egy meghatározó politikai erő legyen. Emellett természetesen a civil szervezetekkel való kapcsolat nagyon fontos, az LMP maga is. Tulajdonképpen ebből a civil szektorból nőtt ki, az LMP alapítói nagyon nagy számban ebből a világból jöttek. Az LMP természetesen párttá vált, és nem szabad összekeverni magunkat civil szervezetekkel, mi nem civil szervezet vagyunk. Ez az elég erős kapcsolat, ami a civil világhoz köt minket, az arra lehet jó, hogy egy nagyon erős ellenőrzés legyen rajtunk a civilek felől, akik rajta tartják a szemüket az LMP-n, és elmondják, hogyha olyan lépéseket tett a lehet más a politika, ami nem elfogadható a civilek számára. Illetve én nagyon szeretném, hogyha a civilek az LMP-re egyfajta eszközként tekintenének, hogyha használnának minket, hogy azok az ügyek, azok a értékrendek, azok a kezdeményezések, amik eddig nagyon nehezen találták meg az útjukat a parlamentbe, azok az LMP segítségével most könnyebben be tudnának jutni az országgyűlésbe, és hogyha ezzel a lehetőséggel a civilek minél szélesebb körben élnének.